Sziasztok! A hatalomról eszembe jutott még egy dolog, kiegészítés, illetve korrekció valamilyen szinten. Tehát Wiggles Words azt mondta, hogy idézek tőle könyv alapján, hogy a Biblia leír valamit, amit a Biblia leír, ő azt elhiszi, és ezzel a dolog el van intézve. És miért mondom ezt? Mert sokszor a Biblia ugyan leír dolgokat, amik eléggé világosak, például, hogy akik hisznek, ezek a jelek követik, vagy például azt, hogy hatalmat kaptunk, amit az előző hatalomról szóló videóban is mondok. Igen ám, de jönnek ilyenkor sokszor a teológiai okoskodások, emberi okoskodások, hogy igen, de vajon ezt komolyan tényleg ránk is érvényes? Vagy ezt kinek mondta? Nekem ezt mondja? Ez még most is igaz? Vagy már ez nincsen? Vagy lehet, hogy ez mindenkire vonatkozik, csak rám nem? Vagy egyáltalán komolyan mondta ezt Jézus? Vagy egyáltalán ezt elhiszem? Ez tényleg benne volt a Bibliában? Mert például ugye az az ige rész, hogy akik hisznek, ilyen jelek követik, hogy démonokat űznek, betegekre vetik a kezüket, és így tovább. Ez ugye már azzal is találkoztam, hogy azt mondják, hogy jó, hát ez ugyan, hogy ugyan olvasod a Bibliádba, de hát ez nem is volt benne, ezt csak később tették hozzá. Vagy ugyanúgy, hogyha azt olvasod, hogy kaptunk hatalmat minden erő minden fölött, akkor már mint a gonosz minden ereje fölött, tehát kígyókon és skorpiókon, sok hívő, vagyis hát nem sok hívő, de némelyek úgy okoskodnak, hogy hát ez nagyon jó hangzik, de ezt nehogy magadra vegyed, nehogy elfogadd, mert akkor el fogsz szállni. És érdekes egyébként, hogy valamikor így olvasok, mondjuk valakivel beszélgetek, vagy Bibliából felolvasok valamit, és akkor valaki azt mondja, hogy ó, hát ez jó hangzik, de hát ez nem, ez gyakorlatban nem így van. Tehát múltkor például azt hiszem valamelyik az ige rész, hogy amit kérünk imában, azt higgyük, hogy megkapjuk. És ugye ezt a Jézus mondta, hogy ha kérünk valamit imádságba, azt könyörgésbe, azt higgyük, hogy megkapjuk. Tehát ugye higgyük, tehát ne reméljük, tehát higgyük, tehát a hit az azt jelenti, hogy már birtoklom, mert ez a remény dolgoknak a valósága, a reménylet dolog az pedig ugye a jövőbe vetíti ki. Tehát ez a különbség a hit és a remény között. Na mindegy. És valaki meg mondta, hogy hát ez azért nem úgy van ám, meg ilyesmi. Tehát mindig ott van sajnos ez, tehát mivel, hogy az ember az hajlamos arra, hogy bonyolítson, ezért sokszor bonyolítjuk, meg tényleg, tehát, szóval értitek, azt akarom ebből kihozni, hogy nem próbálkozni kell, vagy ilyesmi, hogy meg ne kísértsük az Urat, hogy ez valóban úgy van-e, valóban komolyan gondoltad, meg valóban így van. És ne arra nézzünk, hogy azért nem hiszünk valamiben, mert valaki azt mondta, hogy ez nem működik, vagy azért nem hiszünk valami, mert valaki azt mondja, hogy jó, én ezt megpróbáltam, mert ez nem működik. Hanem tényleg nagyon tetszik az az ige hely, hogy inkább Isten legyen igaz, és minden ember pedig hazug. És ne féljünk attól, tehát ne legyen egy ilyen hamis materialista bebiztosítási kényszerünk, amit látok, hogy ott van emberekbe, hogy igazából nem mer kilépni hitbe, mert igazából a biztonságra törekszik az ember, hogy inkább a biztonság, tehát ki tudja, hogy mi lesz ebből, hogyha elindulunk hitből valahol, elindulunk esetleg a vizen, vagy elindulunk, ahogy Isten Ábrahámnak szólt, hogy menjél ki, vagy hogy tedd ezt, tedd azt, vagy tehát Jézus sokszor azt látom, tudjátok, hogy a Biblia alapján, hogy ő kiprovokálta a cselekedetet, a hitnek a cselekedeteit. És amikor látott egy hitnek egy extrém cselekedetét, ami nem egy bolondéria volt, hanem tényleg, például amikor ugye leresztették azt a bénát a ház tetőn keresztül, vagy amikor, akkor azt tetszett, akkor, sőt még, amikor például oda ment ez a nő, hogy űzze ki a lányából az ördögöt, és akkor először Jézus, mint elutasította volna, utána meg mondta a nő, hogy még a kiskutyák is esznek a lemolló morzsákból, és akkor mondja Jézus, hogy ilyen nagy hitet még Izraelben sem találtam. Tehát, hogy a hitnek vannak fokozatai. És igazából az igazi hit az nem okoskodik, az nem ilyen biztonsági játékos, hanem az cselekszik. És nagyon jó lenne, az a hit szellem áradna rá mindenkire az egyházba. És tényleg túl sok, mert szerintem az elméleti okoskodás
túl sok már az, hogy hát igen, de így, de úgy, de amúgy. Értitek, hogyha az lett volna, hogy mondjuk ott voltak azok, akik leresztették azt a bénát a tetőn, akkor ha ők okoskodtak volna, hogy jó, hát ne csináljuk már meg, hát ez hülyeség, hát lebontani a tetőt, hát lehet, hogy kihívja, ránk hívja, akkor rögtön a helyi helyi rendőrösről oda hívja az embereket, hogy lehet, hogy le fog szídni minket, vagy ott van a vérfolyásos asszony is, aki tudta azt, hogyha én hozzáér Jézushoz, akkor meg is kövezhetik, hogyha nem gyógyul meg. Mert ugye nem volt szabad hozzáérni, sőt, tisztátalannak volt minősítve, és nem mehetett közelébe, de ő megtette. Igaz, hogy mondhatjátok, hogy neki nem volt nagyon sok vesztenivalója, mert ő már nagyon sok... Tehát ő már ugye minden pénzét ráköltötte orvosokra, és nem ott segítettek volna, de nem kell megvárni azt, amíg már olyan helyzet van, hogy már ki van, tehát hogy nem kell megvárni, hogy te olyan helyzetben legyél, mint a vérfolyásos asszony, ahhoz, hogy hitbe kilépjél valamibe. És bibliai hitről beszélek, tehát most általában a jóléti evangéliumban sokszor a hitet azt ilyen anyagi szintekre, hogy hú, most hitem van arra, hogy ha bedobom ezt az 5000-est, akkor többszörösét kapom vissza, vagy imádkoztam egy jobb kocsiért, mert nekem jobban tetszik egy felsőbb kategóriás kocsi, tehát nem, tehát azt adja meg az Úr, ami az ő akaratában van, tehát azt a bolondériát, ami Amerikában is volt például, hogy körbe-körbe jártak karizmatikusok ilyen bolondériával, ilyen villaépületek körül, és vallották meg, hogy ez az övék lesz, és rájuk hívták a rendőrséget, tehát, hogy értitek, szóval, amit tanulságként ebből a kis rövid gondolatmenetből levonnék, hogy és itt talán rosszul mondtam én is, hogy próbáljuk, meg, hogy nem próbálkozni kell. Igazából persze jó dolog az, hogyha, tehát ne legyen az ember magabízó, hogy olyan dolgokat csinál, ami a hitén túl van. Tehát én nem azt mondom, hogy, mert volt olyan ismerősöm, aki, megmondom nektek, amikor például azt mondta, hogy ő bemegy a kórházba, és egy súlyos betegekért imádkozik, és a gyerekosztályra bement, és nem sikerült, mert mindig kidobták. Tehát én azt mondom, hogy az Úrtól van, akkor kidobják, akkor megáll az ajtóba, vagy a közterületen, és ott, akik mennek be, akkor... Tehát, hogy szerintem valami az Úrtól van, az megáll, értitek? Tehát a sátán be tud kavarni, de az előbb hosszú vagy rövid távon meg fog állni. Úgyhogy... Amen.